Ez az új trambulin a legjobbkor érkezett a kéki óvodába. A régi a falnak támasztva pihent, kiszolgálta a maga idejét, épp szükségessé vált a csere. Az intézményben 3 éve a szülők segítségével indulnak egy országos pályázaton, és az így nyert összegeket tudják a játékpark fejlesztésére fordítani. Úgy próbáltuk válogatni, hogy kintre az udvarra, bent sportjátékok, illetve asztali fejlesztő játékokat válogattunk össze, és persze bábukat. Az óvodavezető azt mondja, könnyű dolga van, mert olyan szülői háttér van az intézmény mögött, akikkel minden céljukat el tudják érni. Gödrei Zoltán polgármester azt mondja, évek óta gyakorlatilag teltház van az óvodában, és a jelzések alapján jövőre is minden hely el kell. Teltházzal működünk, és ahogy én a vezetőnőt kérdeztem a múltkor is, úgy néz ki, hogy ez a létszám ez nem hogy csökken, hanem inkább nő. Hát ugye ezek bele kell kalkulálni, hogy némelyikor szülők költöznek el, de van, amikor költöznek is be, tehát ugye a létszám az nagyjából állandó, és szerintem majdnem a maximális van. Azt tervezik, a tavasszal új udvari játékokat is telepítenek. A készlet már rendelkezésre áll, a jó időre várnak, és minden igényt kielégítő óvoda működik majd Kétyen.